Komoly változásokat hozhat az autóiparban is az elhúzódó válság. Egyes szakértők egyenesen azt vízionálják, hogy sok nagy autógyár mehet tönkre. Mi vár a magyar autóiparra, és mikor térhet magához a járműgyártás? Lakatos Pétert kérdezzük. Vendégem Lakatos Péter, a Videoton Holding vezérigazgatója, Magyar Gyáripalosok Országos Szövetségének társelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! Kezdeném talán azzal, ami egy közhely, hogy minden válság az lehetőség egyben. A bajokat azt látjuk, de ön lát-e kifejezetten az olyan magyar gyökerű cégeknek, mint például a Videoton is lehetőséget ebben a helyzetben, ami most van? Én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját körein, a saját nagyságrendjében kell, hogy legyen lehetőség. Épp ma hallottam, pont a fiam tartott egy előadást, és ő mondta, hogy első pillanattól azt tűzték ki a saját cégünkbe célul, hogy a piaci részesedésük növekedjen. Mert tudták, hogy nem tudták, hogy fele annyit fog eladni mindenki, vagy negyed annyit, ha más negyed annyit ad el, akkor ők egy harmadnyit akarnak, ha más fele annyit, akkor ők kétharmadnyit. Tehát azt jelenti, hogy mindenkinek a saját versenyében igenis vannak sanszai, és pont ugye napokban az újságokban, hol Churchillnek, Obamának, tulajdonképpen nem állunk olyan jól, hogy megengedhessük magunknak, hogy egy válság lehetőségeit ki ne használjuk. De ezek a legtöbbször nyilván vannak lehetőségek egy-egy cégnek, egy-egy embernek, olyan fantasztikus váltást megcsinálni, a legtöbbeknek nem, hanem ezek kis apró napi mérkőzések, ahol a saját versenytársaival küzdenek. És persze néhánynak meg lesz az esélye, hogy abszolút fordítson, mint egy internetes áruháznak, stb. Kis apró lépésekről beszél. Gyakorlatilag 10 éve a kormányzati gazdaságpolitikának az egyik kimondott a célja, hogy valamiféle ilyen nemzeti tőkés osztályt megteremteni. Ha körbenézek, maradt a MOL, az OTP, a Richter, ezek voltak eddig is. Látszanak-e azok az eredmények, amiben benne van 10 év munkája, hogy még felépíteni más magyar cégeket ezek mellé? Olyan gyorsan ez ezek az új nevek? Egyrészt olyan gyorsan nem megy, tehát ahogy a kínaiak szokták mondani, korai még a francia forradalom végső mérlegét meghúzni. 10 év az erről, gyorsan? Nagyon gyorsan, 30 is, amióta a Videoton csináljuk, de a napokon volt egy beszélgetésem egy nagy magyar országban dolgozó külföldi cég brilliáns vezetőjével. És ő tulajdonképpen azt mondta, hogy számára Magyarországon vannak ezek a nagyon nagy nevek, ami is hangzott OTP, stb., és vannak a multik. És épp a mi teraszunkon volt, tehát ő azt tudta, mi a Videoton különben. Nem véletlenül. Mondtam, mi vagyunk a belgák, ugye a klasszikus viccből, hogy sem vallonok, sem flamandok. És sok belga van egyébként, ha így nézzük. A legtöbb ilyen cég azért a rendszerváltás környékén, tehát vagy úgy, hogy egy TS melléküzemákból, vagy úgy, mint a Videoton, hogy egy korábbi állami vállalat újra struktúrálásából, és persze alakultak azért ki, hiszen voltak olyan szakmák, a brókerek, nézzük egy Concord, annak nem volt elődje. Tehát igenis azért van jó néhány száz olyan magyar cég, aki mondjuk úgy, hogy nem szteroidon hízlalt, hanem az elmúlt 30 évben füvön, kukoricán, de rendszeresen. Csak időkérdése, vagy hiányzik valami katalizátor, hogy ezek a cégek befussák azt a pályát, amit egyébként befutnának? A potenciál ezek szerint bennük van. Valamilyen szinten ezt tagolni lehet. Tehát úgy szokták mondani, hogy a kereskedhető és nem kereskedhető javak, tehát az érezhető, hogy amit a Videoton gyárt, az a kínaiakkal, csehkel, bárkivel versenyzik, hogy vegyük a Bonafarmot, aki el akarja adni a tejet, a húst, hát a lengyel tejjel, az osztrák tejjel, stb. Versenyzik. Irányos. De például nyilván a fodrász az nem versenyzik a prágai fodrászom, az nem jön ide. Tehát külön kell választani nyilván ezeket a területeket is. Ezeken a kereskedhető területeken ott azt gondolom, hogy folyamatosan nincs meg az a fejlődés, aminek meg kéne lennie, de ez legalább egy szinten magasabban dől el, mint a mindenkori magyar kormány napi aktivitása. Nyilván lehet ezt is sokkal jobban csinálni, mindent lehet jobban csinálni, de valahogy Európában nem igazán alakult ki az a hangulat, hogy ezek az újonnan csatlakozó országokból jövő vállalatok, tudósok, stb. Azok a feltörekvő centrum, és nem a jól menő periféria legyenek. Tehát egyfajta, és ez a válság, azt gondolom, hogyha mindenki magában néz, egy ilyen válság azért nagy lehetőséget ad, hogy kimondjunk olyan dolgokat, amit kevésbé volt comme il faut az elmúlt
20 évben, lehet ilyenkor az ellenségeknek megbocsájtani, lehet új szövetségeket kötni, tehát minden ilyenre lehetőséget ad. Tehát valahogy az hiányzik, és abban előre kéne lépnünk, hogy tulajdonképpen egy magyar, egy lengyel, és egy német és egy francia cég között semmi különbség ne legyen, csak európaiak. Ehhez tudást kell gyűjteni, amiben nem sikerült az elmúlt 30 évben annyit gyűjteni, amint kellett volna. Itt Európában még egy pozitív mozgás kéne, hogy a német, a francia, és mindenki azt gondolja, hogy az a jó, hogyha egy magyar, egy lengyel cég az igazi versenytársa egy németnek, nem csak a beszállítója, stb. De ez még dolgozni kell. Miközben lehet, hogy másként tekintenek ránk, de hogy működik itt is az agyelszívás. Tehát rengeteg tehetséges magyar menedzser ment külföldre az elmúlt években, Nyugat-Európába. Van-e arra esély például, hogy ők visszajönjenek, illetve hogy látja-e annak reményét, hogy a magyar gazdasági elit az valamiféle példát mutasson? Azt, hogy mennyi tehetséges magyar menedzser ment külföldre, ez nyilván függ a menedzser definíciójától. Sajnos igazán magas pozícióban levő magyar top menedzsert a top 500 cégben a világon nem olyan sokat látunk. Én egy olyan 5-6-8-at ismerek, aki nagyvilág cégek első 30-50-100 emberébe bekerült. Tehát, ha ilyenből sokkal több lenne százak, az ő visszaáramlásuk az már sokat... Az lehetne már egy kritikus tömeg. Uh-huh. Tehát ez is annak a része, amit próbáltam mondani, hogy amikor egy top európai cég vezetésében 25% kelet-európai van, akkor reménykedhetünk ebben, és erre kell hajtanunk. Tehát nem haragudni kell se Brüsszelre, se másra, hanem ezért kell küzdeni és hajtani, hogy oda jussunk el. Lakatos Péter, köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Önöknek meg a figyelmet. Minden jót, viszontlátásra, és legyen kellemes a hétvégéig.